Buongiorno, üdvözöllek titeket Olaszországból, Rómából pontosabban. Ez már egyébként a második napunk, itt tegnap elég kora reggel indultunk, ilyen 7-kor indult a gépünk Budapestről, és 8:30 körül landoltunk, úgyhogy már volt egy teljes napunk, de hát eléggé fáradtak, majd nyugosak voltunk, úgyhogy egy lovaskocsi azt kaptak itt mögöttem. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy inkább tegnap nem kezdem a vlogot, hanem ma. Tegnap picit felfedeztük a várost, már amennyire bírtuk ebben a hőségben, és ma pedig folytattuk egészen korán reggel. Tegnap egyébként úgy nézett ki, hogy elfoglaltuk az Airbnb-nket, ami nagyon-nagyon szuper, az eddigi talán legjobb, és nagyon-nagyon kedves a hostunk is. Majd ha hazajártunk, akkor mutatok szerintem a szobákról is pár felvételt. Utána pedig elindultunk a városba. Vagy mit is csináltunk? Először elmentünk egy boltba, szétnéztünk, és én nem vagyok az a fajta, aki így a nyaralásokat nagyon főzős kézni szeret, de itt annyi friss ilyen olasz alapanyag volt, hogy úristen, alig vártam, hogy bevásároljunk és otthon is főzhessünk magunknak, mert egyébként egy tök jó konyha is van az Airbnb-ben. Úgyhogy először csak szétnéztünk, bejöttünk a városba, elmentünk keresni valami ételt, mert már nagyon éhesek voltunk, ugye hajnal 3-kor keltünk, és egészen olyan 1 óráig nem ettünk kb. Semmit. És ezekről az olaszokról tudni kell, hogy nagyon szeretnek sziasztázgatni mondjuk hétfőnként, meg augusztusban, meg januárban, szóval ilyen a nyitottatásuk is össze-vissza van. Elmentünk az első helyre, az elvileg délben nyitott, hát még délután 20 perccel sem volt nyitva, úgyhogy keresnünk kellett egy másik helyet, az megint egy fél óra buszozás volt, de végül megtaláltuk egy nápolyi pizzázót, aminek majd kiírom a leírásban a nevét, mert iszonyú jó pizzát ettünk, tehát tényleg ilyen toplistás hely volt szerintem, ilyen igazi nápolyi stílusú pizza volt, hiába Rómában vagyunk, nekünk az a kedvencünk. Úgyhogy ott ettünk egy nagyon finomat, aztán bejöttünk még a Trevik út környékére, ott ettünk egy gelátót, mert hát mi más tettünk volna Olaszországban desszertnek, az is nagyon-nagyon finom volt egyébként. És utána pedig elindultunk hazafelé is, mint mentünk a boltba, vásároltunk magunknak, és estére pedig miután aludtunk egy jót, főztünk magunknak egy, illetve Andris főzött magunknak egy jó kis paradicsomos tésztát, megcsináltunk egy salátát, és az volt akkor a vacsink. Ma pedig azt terveztük, hogy felkelünk nagyon korán, ilyen, hát a tegnapinál mondjuk később, mert hál' Istennek picit később kell a nap, mint Budapesten, szóval ilyen 4 óra a magasságában, 5-kor indultunk otthonról, és az volt a terv, hogy elcsípjük ezeket a fő ilyen nevezetességeket, mint a Kolosseum, a Trevik út, a Spanyol lépcső, még mielőtt itt nagyon felkelne a város, és ez nagyjából össze is jött, hogy csináltunk tök jó kis képeket, és most vagyunk itt 8 órakor, már ébren vagyunk lassan 4 órája, és még most kezd el ébredni a város. Mi pedig ittunk egy jó kis cappuccinót, Andris evette egy nutellás croissant, és haza fogunk menni valószínűleg pihenni egyet, vagy aludni egyet, hogy bepótoljuk, amivel lemaradtunk. Mert tegnap azt tapasztaltuk, hogy iszonyatosan meleg van napközben, tehát ha tehetitek, akkor ne augusztusban gyertek Rómába, mert kibírhatatlan hőség van. Én sem értem, hogy mit gondoltam, amikor foglaltam a repülőjét, de mindegy. Úgyhogy az volt a terv, vagy az a tervünk, hogy ugye most reggel kicsit szétnéztünk, aztán hazamegyünk, sziasztázunk misét, ahogy az olaszok, és aztán majd délután, amikor már talán picit hűvösödik az idő, akkor fogunk újra bejönni, és nézelődni, városnézni, sétálni egy csomót, enni valamit, de majd ezeket mutatom, mert akkor innentől kezdve már teket is így bevonlak a kis utazásunkba. Úgyhogy irány a következő. Itt van egy ilyen kis mini előterünk, egy hatalmas nagy tükörrel, meg egy ősrégi rádióval. Na, és innentől kezdve van itt balra egy, hát egy ilyen nappal igazából. Azt az ágyat még ott ki lehetne húzni, hogyha többen lennénk, de nyilván mi nem használjuk. Igazából még itt a nappaliban sem sokat ültünk, csak amíg megnéztük a tulajjal a térképet. Van itt is egy tévénk, egy ilyen kis asztalka. Itt egy gyönyörűséges kilátás, ami a másik szobában is egyébként hasonló. Itt konkrétan van mellettünk egy nagy ókori római fal. Tényleg Rómában, amerre megyünk, van valami látványosság, na hát itt is. Úgyhogy nagyon szép. Aztán itt van egy kis konyhánk, ami elég szűkös egyébként, de tök jól felszerelt, meg elég modern, van itt sütő, hűtő, minden. Hát ott még a tegnap esti kis mosatlanjaink, egy kis asztalka, most így vásároltunk még egy pár dolgot. Szintén a kilátás. Itt egy fürdőszoba, ami szintén ilyen hosszú és vékony, de
Megint csak egy hatalmas tükör, úgyhogy van hol elkészülni. Zuhanyzós, amit mi sokkal jobban preferálunk a kádnál, hál' Istennek. És itt a hálószobánk, ami mivel már aludtunk benne, nincsen teljesen rendben, de nagyon-nagyon kényelmes volt az ágy, úristen, az a legjobb Airbnb-s ágy eddig. Egy nagy öltözőszekrény, egy jó nagy tükörrel, a ma reggeli kis ruhámmal, amit anyukámtól kaptam a Stradivariusból egyébként. Itt is van egy tévé, ezt rákötöttük a Mac-emre, és arról néztünk este sorozatot, meg valószínűleg most is ezt fogjuk, és itt is ugye ugyanaz a kilátás nagyjából. Úgyhogy a mostani program az lesz, hogy összeraktuk szerintem a bruschettát, amihez megvettük már az alapanyagokat, paradicsomot, hagymát, van itt olívaolaj, megvettünk most füstbazsalikot, mert az csak úgy az igazi, plusz találtunk a boltban egy tök jó egy kis kovászos kenyeret, úgyhogy az lesz. Aztán van még egy kis munkám, amit gyorsan el kell küldenem e-mailben, és aztán beteszünk megint egy lost részt, és remélhetőleg elalszunk rajta, mert az a terv, hogy legalább azt a déli meleget átviseljük, még itthon is utána fogunk majd város nézni, úgyhogy most rakjuk össze azt a bruschettát. Na, ez a kis kovászos kenyér, amit említettem, iszonyú nehéz volt szétvágni, mert a helye nagyon kemény, de belülről egyébként ilyen friss még, úgyhogy ez pont jó lesz ilyen kis pirítós-szerűségnek. Ez itt mellette egy kis bivaj mozzarella, ezt már teszteltem, nagyon-nagyon finom. Itt elkészítettem koktélparadicsomból, ilyen friss olasz bazalikomból, illetve hagymából, olívaolajjal, sóval a bruschettát. Illetve van itt egy ilyenünk, amit egyébként sosem iszok otthon, viszont ebből a citromos változatból egyáltalán nem is lehet kapni otthon. Itt viszont van belőle zéró, és annyira savanyú íze van, hogy nagyon király, egyáltalán nem édes. És szeretjük külföldön kipróbálni azokat a dolgokat, amiket egyébként otthon nem lehet. Úgyhogy ezt most azért vettük. És akkor íme a kis brunchunk. Már még egy másodpercre vissza kellettem, mert elfelejtettem lefotózni. De legalább megkaptad. Na, a kis pihénk után átfedlettem egy újabb outfitbe, aminek egyébként a szoknyája megint csak Stradivariusos, a táska az Reserve, ez H&M, és még egy F&F szandál van rám, mert rajtam, mert ott van rám méret belőle, tök király. Úgyhogy most először is megindulunk szerintem tiramisuzni, egy olyan helyre, ahol már Fannival egyébként jártunk mi a kis tavaly januári római kiruccanásunk során, és nagyon jó tettünk, utána pedig a Piazza Napoli környékén fogunk nézelődni, sétálni, meg ilyenek. Na csak hogy értsétek, hogy miről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy az olaszoknak hol van kedve kinyitni, hol nincs. Kinéztem neten egy pokébolos helyet, ami tudom, hogy nem túl autentikus olasz, viszont pokébolt sem lehet Magyarországon igazán enni, illetve néhány helyen már van, de hogy nincs ilyen pokébolozó. És itt pedig igen, és kinéztem, és nagyon jól nézett ki, és direkt megvártuk, hogy kinyisson, mert ugye siesta idő volt, és várni kellett legalább 40 percet, hogy 6 óra legyen és kinyisson. Erre ideérünk, és így nagyjából ez a felirat fogad, hogy augusztus 26-a aloha, és ennyi. Isten, semmit nem értek ki róla, egyszerűen úgy volt kedvük, hogy elmenek nyaralni, és aloha, úgyhogy nagyon boldog vagyok, mindegy. Most megyünk el tiramisuzni, reméljük az nyitva lesz, és tudunk enni egy finomat, és aztán még megnézzünk egy másik pokés helyet, hogy hátra, mert már nagyon rápörögtem el az avokádós, ladacos pokéból kombóra, hogyha nem, akkor marad mára is valami jó lesz étel, ami ellen semmi kifogásom nincsen, csak rossz érzés az, amikor valamihez így, vagy valamire így felkészülök, és aztán nem úgy történik. Na mindegy, ilyenek ezek az olaszok. Az előző római videómban már meséltem, de újra elmondom, hogy Rómát úgy képzeljétek el, mint egy ilyen történelemkő. Konkrétan, hogyha céltalanul bolyongasz a városban, akkor is mindenhol van legalább egy templom minden sarkon, és mindenhol egy-egy ilyen kukorélom, úgyhogy nagyon durva, tényleg elképesztő, hogy mindenhol van valami. Ott mögöttem is egy kukori színház, vagy ilyesmi. Hihetetlen. Nagyon nem is kell kitalálni, hogy merre menjetek, csak induljatok el és nézzetek szét minden. Ott egy célzár mögött. Ez itt a híres Pantheon épülete, ami ingyenesen látogatható, úgyhogy nagyon király, mindjárt be is fogunk menni, de mint láthatjátok, rengeteg ember áll egyébként sorban. Meg szegény pacik itt várakoznak.
could slow down, wish I could stop time. Mondanám, hogy turista szempontból szörnyű választás az augusztus, de emlékeim szerint januárban legalább ugyanennyien voltak, úgyhogy szerintem ilyen szempontból Rómában nincs jó időpont, amikor kevesen vannak, mert január és augusztus az a volt időszak, amikor nagyon sok helyi elmedül meg nyaralni, az éttermek valamennyire bezárogatnak, és még ilyenkor is fullon van, szóval nem csak az én egyik kedvenc városom. Nem meglepő módon én egy peanut butter-eset választottam, Andris pedig egy karamelleset, mert hogy itt ilyen kis péci tiramisukat árulnak két méretben. Út a Villa Borghese irányába. Oda fel. Jó hír, a tervem sikerrel járt, és találtunk egy nyitva pokét, ezt a Mama Poké nevű helyet, ami hát nem volt olyan jó, mint a barcelonai helyünk, mert elég kis jó volt a választék, és elég drága is volt, de sikerült összeszedni egy pokét állat, úgyhogy mindjárt nem tudom, hogy miket kértem bele. Kértem bele az aljára sushi rist, aztán itt van avokádó természetesen, lazac, mert ugye azt kívántam nagyon, edamame bab, van benne egy kis új hagyma, azt hiszem valahol pirított hagyma, földi mogyoró, ez itt mangó, ami nagyon fura, mert sosem ettem még pokiból van mangót, és van rajta egy kis szójaszósz, illetve teriyaki szósz. Úgyhogy ez a kis római pokébólom. A Mama pokéból. Indul a buli. Sziasztok, jó reggel! Ismét, ahogy láttátok, elég hamar keltünk. Nekem olyan 4-40 körül csörgött az órám. Egyrészt azért, mert Andris napon van a 25. születésnapja, és szerettem volna neki felfújni egy nagy halom lufit, és így azzal meglepni ébredéskor. Másrészt meg amúgy is megbeszéltük, hogy kijövünk megint hát ilyen hajnaltájban város nézni, mert ilyenkor egyedül elviselhető az idő. Napközben egyszerűen brutálisan kibírhatatlan, meg ugye napközben nagyon sokan sziasztáznak is, szóval amúgy is ilyen furcsa helyzet, na mindegy, meg mi is sziasztázni akartunk, meg akarunk. Első célpontnak a Szent Péter Bazilikát tűztük ki, ami hát itt is van szerencsére, de az olaszoknak megint csak sikerült meglepniük, mert hogy ugye ez egy hatalmas tér itt előtt, nem tudom kamerán mennyire belátható, és konkrétan az egész tér le van zárva, kordonokkal, kerítésekkel, és 7 óráig nem nyit ki egy tér. Hát ilyet még nem hallottunk egyikünk se, úgyhogy elég kellemetlen helyzet. Felesleges jöttünk nagyjából, bár Andris így is, ahogy látom ott a háttérben megpróbál csinálni egy hyperlapse-t így a kordonon kívülről. Biztos, hogy sikerül neki is azért. A második célunk pedig ismét a Villa Borghese, vagy nem tudom most, hogy kell kimondani, nézzétek el, nekem lesz. Ami ugye már a tegnap esti utolsó kis állomásunk is volt, ott néztük meg a naplementét, illetve ott tettem meg a kis pokébólomat. Gyönyörű volt, tehát tegnap volt egyébként augusztus 20-a, és tele volt az Insta Story-nk tűzi játékokkal Budapestről, ami biztos valószínűleg szintén gyönyörű volt, de hogy egy percig nem bántam is, teljes mértékben kárpótolt ez a naplementés látvány a város felett, az biztos. Viszont mivel a sötétben értünk ugye oda, magát a parkot, ezt nem láttuk is, elvileg az is nagyon szép, úgyhogy most valószínűleg oda fogom még kimenni sétálni egyet, illetve a közelben kinyeztem egy kávézót, ami Róma első specialty kávézója, és annak nagyon szeretődik a specialty kávékat, és hát szülnapi van, úgyhogy oda fogunk elmenni, és inni egy flat white-ot, kapucsinót, vagy akármit igazából, aztán pedig majd megyünk haza pihizni egyet megint csak. Úgy emlékszem, hogy Fanni már nem jártunk ebben a parkban, de nagy hiba volt, már elképesztően gyönyörű. Úgyhogy ha tehetitek is Rómában jártok, akkor mindenképpen gyártok el és nézzétek meg. És ha lehet, akkor így reggel, ez az ilyen 8-9 óra időpont még az, amikor abszolút nyugis, éppen csak néhányan vannak itt futni, meg úgy egysétáltatni, de nincsenek turisták, úgyhogy ez a legjobb időpont erre. Mondjuk, az nem mondhatnánk, hogy nem vagyunk fáradtak, mert elég éjfél után kerültünk ágyba, és ugye
korán keltünk, úgyhogy most még harmadik napra kezd kijönni rajtunk a fáradtság, de most az tartja bennünk a lelket, hogy megyünk és keresünk egy nagyon jó kávét. Nem is gondoltam, hogy egyáltalán Rómában reggelizni fogunk. Ahhoz képest megtaláltuk az eddig legfinomabb reggelit, amit valaha ettem. Meg a kávé is nagyon finom volt, meg a végén elfeleztünk a pisztáciás croissant, és hú, hát úgy jöttünk ki, hogy így 10/11-es hely volt, úgyhogy mindenkinek ajánlom a Fado speciality kávézót is. Miután délután pisztünk egy picit, így aludtunk nagyjából másfél órát, és akkor még sokat mondok. Utána újra a városba vettük az irányt, még mindig borzasztó meleg van, de az első látványosság, amit most megnéztünk, ez a Vittorio épület, ami hát a Fórum Romanum mögött található, és egy ilyen nagyon-nagyon monumentális és hatalmas épület. Egyébként nekem nagyon tetszik, és szerintem nagyon szép, bár is most olvastuk, hogy az olaszok nem igazán szeretik, hogy itt van, és szerintem eléggé elrontja ezt az ókori látképet ugye a Fórum Romanummal, meg a Kolosseummal. De hát a turisták imádják, elég sokan vannak, úgyhogy most megpróbálunk felmenni a tetejére, hogyha sikerül, elvileg ez belépő jegyes, de 25 év alatt talán egy ilyen 2 euró, úgyhogy annyit úgy gondoltuk, hogy megér, és onnan nagyon-nagyon szép kilátást tárul igazából az egész városra, úgyhogy most ezt célozzuk meg. Készen az ingyenes részig lépcsők vezettek, rengeteg lépcső, azt megmásztuk, és a jó hír az, hogy a fizetős részre, ami nem tudom, hogy fizetős, mert most úgy látom, hogy nem is kell jegyet venni, lényeg az, hogy a legtetejére viszont lift vezet, úgyhogy innen már egy picit megkönnyebbülhetünk. Hogy reggel 10-kor csörgött az óránk, úgyhogy úgy éreztük, mintha egy fél nappal többet autóztunk volna kávé, de természetesen így is állottak vagyunk. Viszont mielőtt meg el kellene indulnunk a repülőtérre, eljöttünk még ugyanabban a kávézóban, ahol tegnap is voltunk egy flatlight-tal vagy akármilyen kávéra, meg valószínűleg ugyanarra a reggelire, amit tegnap is megettünk, mert az annyira finom volt. És amit amúgy el akartam mondani, így eszembe jutott most az asztalra, a vízre, hogy tök jó Olaszországban az, hogy nagyon-nagyon sok hús van az utcákon, tehát gyakorlatilag nem is lenne fontos venni a boltban vizet, mert szinte mindenhol meg lehet tölteni ilyen kulacsot iható nagyon jó vízzel, meg az Airbnb-ben is elmondták egyébként, hogy a csapvíz az tök jó, úgyhogy nyugodtan vigyunk azt. És amikor a jó hír, hogy itt beültünk, és rögtön automatikusan hoztak nekünk egy liter vizet, és úgy emlékszem, hogy azt fel sem számolták, tehát az illapból benne, hogy leültünk és hozzák. Ez nem minden így tétteremben van így, valahol kell érte fizetni, de maximum egy ilyen másfél-két euró, ami azt gondolom, hogy 600-700 forint. Magyarországon azért egy étteremben maximum 2 deci vizet kapok, úgyhogy szerintem egyébként ez egy tök jó szokás, és át lehet venni az olasz útra. Csak hogy ki nem maradjon ezt se néhány szó a közlekedésről, hát az autóhelyzet szerintem mérföldekkel jobb, mint Nápolyban volt, szóval itt viszonylag szabályosan közlekednek, nem dudálnak non-stop, és nincsenek is annyian az utakon, mint ott. Úgyhogy ez mindenképpen pozitív, még van, hogy a zebrán is átengednek, viszont a tömegközlekedés, hát erről annyit, hogy ha azzal szeretnétek közlekedni, akkor egyébként elég jól kiépített, meg mindenfelé mennek buszok, meg metrók, viszont most például augusztusban metrófelújítás van, úgyhogy nagyon sokszor kellett helyett metrópótlóval, vagy különböző buszvonalakkal közlekednünk, és azokról viszont annyit, hogy hát kicsit olyan, mint a mesében, hogy hol volt, hol nem, mert tényleg olyan, hogyha van kedvük jönnek, ha nem, akkor nem. Van úgy, hogy egymás után két, mit tudom én, 67-es buszon egymás seggében, és aztán fél óráig semmi. És olyan, hogy menetrend, hát olyat nem nagyon ismernek, szóval ugye mi a Google Map szerint közlekedtünk sokszor, vártuk a buszokat, hogy na akkor jön 2 perc múlva, hát nem jött legalább 20 percig, úgyhogy tényleg a szerencséd van, akkor jön és tudsz vele menni, ha nem, akkor nem, úgyhogy nagyon pontos közlekedésre számítsatok ezzel kapcsolatban, de tényleg amerre csak szerettünk volna el tudtunk jutni, de eléggé zsúfoltak a buszok, meg kicsik, nincs rajta sok hely, úgyhogy ezen még lenne mit javítani, meg tényleg ugye nekünk az volt a baj, hogy nem járt a metró, de hogyha
Olyankor jöttük, amikor van metró, akkor abszolút bejárható szinte az egész belváros, vagy legalábbis így a legtöbb látványosság egy metróvonallal, és olyankor azért sokkal gyorsabban eljutni mindenfelé. Úgyhogy ennyit a közlekedésről. Most gyorsan hazaközlekedünk még az Airbnb-be, ott összepakolunk, kicsit kitakarítunk, és aztán sajnos már indulunk is a repterre, és olyan 2 körül fogunk felszállni és indulni haza.